Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Immáron kétszer is egy nagy élő életpályának lehettek önök tanúi. Varga János volt a vendégem, aki itt van velünk ismét. Tisztelettel köszöntöm. És megtudhattuk mindazt, ami a születésétől a cserekerti kisfiú hivatásválasztásán át, a mérnök tanári munkája, a pedagógusi munkája, a gépészmérnöki munkáján elkísért egész életében. És ugye ott hagytuk abba az utolsó beszélgetésünkkor, hiszen felidéztük, hogy ki mindenkivel tartja a kapcsolatot, neves tudósok mai leszármazottai, hiszen nyugdíjba vonulása után, de azért hála Istennek teszem hozzá, előtte is nagyon sok mindennel foglalkozott, és Szentgyörgyi Albertnél hagytuk abba. Ugye arról volt szó, hogy Tellerede atomtudóssal, a hidrogénbomba kifejlesztőjével is levelezett, és Szentgyörgyi Albert harmadik feleségével, Susan Wichtermannal. No, hát erre lennék most előjáróban kíváncsi, hogy hogy gondol valaki arra, hogy felveszi a kapcsolatot egy ilyen neves tudós hozzátartozójával? Ez annak a következménye, hogy én elterveztem, hogy írok egy rendhagyó cikket a Szentgyörgyi Albertről, és ebben fölkívántam dolgozni a családi kapcsolatait, természetesen az intimitásokat megtartva, és a Szegeden a Kribelsberg könyvtárhoz fordultam segítségért, például fotókat illetően, és ott digitalizáltak nekem fotókat, Szentgyörgyinek a hát négy felesége volt, háromról volt anyaguk, és hát visszaírtak, hogy sajnos a negyedik feleségről nincs fotó. És akkor próbáltam még más autentikus személyektől is érdeklődni, de nem sikerült. És akkor hát informatikusként a Facebookhoz fordultam, és akkor föltettem ezt a nevet, és 26 találatom érkezett Amerikából, és hát volt, ahol volt fénykép, volt, ahol nem, hát ha nem volt, akkor is írtam. Tehát én szelektáltam, ugye az életkorát kikalkuláltam, és olyan 70-76 környékére taksáltam, aki nagyon fiatal volt, annak nem írtam, nyilván nem jött a szóba, de akik úgy korban úgy ehhez az életkorhoz közel voltak, azoknak mindnek írtam, és akkor elteltek napok, talán hetek is, amikor egyszer jött egy e-mail Mexikóból, és egy hölgy írja, hogy igen, én vagyok Susan Wichtermann, én voltam Szentgyörgyinek a felesége 1965-től 68-ig, pillanatnyilag Mexikóban élek, jóga oktatással foglalkozom, és jógatanár vagyok, de ha többet akar rólunk tudni, akkor a BBC televízió csinált rólunk egy filmet a 60-as évek vége felé. A Woodschool-i otthonunkban azt biztos meg tudja szerezni a BBC-től, vagy megnézni az interneten, azt mondja, többet nem akarok írni magamról, mert nem tudom, hogy maga kicsoda és mit akar. Így is történt? Tehát megnézte a filmet? Hát meg akartam nézni, de egyrészt nem találtam lekérdezéssel, akkor írtam a BBC-nek. És ott egyből visszaírtak, anélkül, hogy megmondták volna, hogy egyáltalán van ilyen film még az archívumban, hogy létezik-e még, egyből megírták az árat, és az valami olyan horribilis volt, majdnem azt hiszem 200.000 forint lett volna, ha lenne ilyen film, de mondom, még azt sem írták meg, hogy van, úgyhogy azt föladtam akkor ezt a vonalat, úgyhogy... No, azt tudnunk kell, hogy ugye évek óta tagja a Bolyai János Matematikai Társaságnak és az Eötvös Loránd Fizikai Társaságnak is. És most itt az asztalon látunk egy dossziét, ebben olyan matematikai és fizikai képletek vannak, amelyek megerősítik azt, hogy milyen nagyívű tudományos munkát végzett az elmúlt időszakban, hiszen azt is tudjuk, hogy rendszeresen részt vesz előadásokon, előadóként is, tudománytörténeti és matematikai, didaktikai konferenciákon, itthon, külföldön egyaránt. No, mikor kezdte a feltalálást azt a munkát, amit megerősít a nagyon-nagyon sok minden. Tehát kezdjük a matematikával. A publikációi, rengeteg publikációja van. Most hozott néhányat nekünk, amit meg is tudunk mutatni. És ennek egy része még nincs is publikálva. Nyilvánvaló. És azt kérem öntől, hogy a nézők is tudják élvezni ezt, hogy röviden mutassa be, hogy mi ennek a különlegessége, és lehetőség szerint, tehát ne egyetemi tanári szinten. Kezdjük talán, amit választ.
Hát először inkább egy történettel kezdeném, ami a matematikához nagyon kapcsolódik, és az egyik ilyen felismerésem is innen fakad. Általános iskolás 8-os voltam, amikor Magyarországon egy nagyon híres fejszámoló művész járta az országot, ilyen matematikai show műsorokat csinált. Ez volt a Pataki Ferenc, aki fejbe tudott 8-10 számokat összeadni, kivonni, szorozni, osztani. És akkor eljött a mi iskolánkba, és akkor nekünk már előre föl kellett készülni ilyen 8-10 számokkal, és akkor véletlenszerűen Pataki felszólított valakit, hogy na mondd, milyen számot szoroztál össze. És akkor azt mondja, na mondd a részletszorzatokat. És akkor füzetbe olvastuk neki, és akkor azt mondja, na akkor mondom a végeredményt. És akkor hát lenyűgöző volt. És akkor ennek a show műsornak a keletében egyszer feladott egy olyan feladatot, és ha a szerkesztőnek van kedve, akkor bekapcsolódni ebbe a játékba, ez nagyon egyszerű kérdés lesz egyébként. Az volt a feladat, hogy 3 csíkből van egy cigaretta. Úgy tudom, hogy dohányzik is, ugye? Igen. Kérdés a következő, most azonnal kell válaszolni, és persze nem vizsgáztatni akarom én. Akkor kérdés, 9 csíkből hány cigaretta van? 3. 3. Mondom én. Mondtuk mi is. Igen. Erre Pataki azt mondja, hát első menetben igen, de abból a 3 cigarettából is keletkezik 3 csík, akkor és akkor abból újabb, van egy újabb cigaretta, tehát akkor 4 lett, ez lett volna a helyes válasz. Na és akkor mit ad Isten, informatika tanár lettem, és egyszer eszembe jutott nekem ez a feladvány, és akkor én feladtam a gyerekeknek egy kicsit módosított formában, az informatikában minden a 2 körül forog, ugye? A 2-es számrendszer, a bináris számrendszer. És el is neveztem bináris cigarettának. Tehát most a feladvány úgy szól, hogy 2 csíkből van egy cigaretta. Igen. És akkor kérdés a következő, hogy akkor, hát egy kicsit nagyobb számot adtam nekik, 1024 csíkből hány cigaretta van? Hát ők is azonnal rávágták, hogy 512. Meg az 512 fele. És akkor annak a fele, meg annak a fele, ugye, mert mindig keletkezik. És folyamatosan. És a folyamatosan, és a végül eljutunk egész az 1-ig, tehát valójában az 1, 2, 4, 8, 16, ezt a szám sorozatot kellene összeadni 512-ig, és akkor megkapjuk, hogy hány hány cigaretta lesz valójában 1024 csíkből. Na most erre, ez egy, úgy nevezik ezt a matematikában, hogy mértani sorozat. Ezt bármely középiskolás azonnal ki tudja számolni, ha nem, akkor biztos, hogy nem fog leérettségezni matematikából. És akkor először én is így számoltam ki, és utána támadt nekem egy nagyon érdekes ötletem, hogy lehet ezt számolás nélkül kiszámolni, és akkor én ezt most szeretném bemutatni, mondjuk golyós tollakkal, 1 perc alatt, lerakjuk az 1024 csikket, és szépen egymás mellé. Akkor most már beszéljünk a golyós tollakra. Okay. Igen. Tehát ezek a csikkek ugye 1024, és ebből fölemelem az elsőt. Akkor lent maradt 1023 csikk. Így van? Ezt a fölemeltet ideillesztem az első lent lévőhöz, ezzel alkottam egy cigarettát. Igen. Ha elszívom, keretkezik egy csikk, egy fél cigaretta. Azt odaillesztem a lent lévő második csikkhez, megint keletkezik egy újabb cigaretta. Hányszor tudom odailleszteni? Ahány lent volt? 1023-szor. És nincs egyetlen egy számítási művelet benne, és az a helyes eredmény. Az előbb is, az 1-től az 512-ig összeadnánk, akkor az pont 1023 csak lenne. Csak ez így egyszerű. És akkor így, hát így rendkívül egyszerű. Egy nagyon ügyes kis algoritmus, tehát számítás nélkül. Na, menjünk tovább. A következő ilyen felismerésem, az már egyetemista koromban volt, ami felsőfokú matematikát tanultunk, az egyik volt egy ilyen feladványi deriválás, és akkor ezt most nem fogjuk bonyolultan tárgyalni, csak a lényegét, hogy minden ilyen fontosabb függvénynek van egy ilyen úgynevezett derivált függvénye, ami egyébként azt jelenti, hogy teljesen közérthető módon, hogyha van egy görbénk, akkor oda teszünk hozzá egy ilyen érintő egyenest. És hogy az hány fokos szögbe áll, valójában ezt mondja meg a deriválás. És általában a mérnökök, meg közgazdászok ezt arra használják, ezt az érintő egyenest, hogy nem az eredeti függvénnyel számolnak, hanem ezzel az érintő egyenessel, mert ez sokkal egyszerűbb, és akkor egy kis tartományon nagyon jól közelíti azt az eredeti függvényt. És akkor minden függvénynek megvan a maga deriváltja, például mondjuk a parabolának, hogy x négyzet, vagy az exponenciális függvénynek, ahol pont fordítva van, hogy az x van a kitevőben, vagy 2 az x-ediken. És akkor
Persze olyan függvény is van, hogy mind a két helyen van X, alul is, felül is, az alapba is, meg a kitebőbe is. Ezt nevezik exponenciális hatványfüggvénynek, és akkor erre is van egy szabály, de ez nagyon hosszú. Egy ilyen öt lépéses szabály, és akkor ezt én le tudtam egyszerűsíteni, úgyhogy nem kell új szabályt megtanulni, csak az eredeti függvényeknek a szabályait kell ügyesen alkalmazni. Ez megmondom őszintén, ez véletlen jöttem rá, hogy két diákom jött egymás után hozzám korrepetálásra, és az egyiknek, mind a kettőnek föladtam ezt a feladványt, és az egyik még nem tanulta csak az egyik függvénynek a deriválását, a másik a másikét, és mindegyik lederiválta, vagy deriválta rosszul. És akkor, amikor elmentek, akkor én megnéztem a két hibás eredményt, összeadtam, és jó volt az eredmény. Tehát magyarul akkor így fedeztem föl, hogy az exponenciális hatvány függvényt egyszer le kell deriválni úgy, mintha hatvány lenne, nagyon egyszerűen, utána úgy, mintha exponenciális lenne, összeadjuk, és akkor ez a végeredmény. No, egy nagyon fontos kérdés, amit itt most közbevetnék, hogy ezek közül mennyi hasznosítható? Hiszen az korán sem mindegy. Hát a tanulmányokban egy az egyben. Tehát ezzel sokkal gyorsabban meg lehet oldani egy példát. Tehát ez egyetemi szintű? Ez egyetemi szintű, nyilván. De olyan, amelyet a hétköznapokban is hasznosíthatunk. Mondjuk a matematikában az ritkaság, az nyilvánvaló, mert ahhoz matematikus elme szükséges, azt megértem. De például a fizikában van-e olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy na most én ezt feltaláltam, kitaláltam, átdolgoztam, és ez a köznapokon is fontos, és hasznos, és közreadandó. Matematikában is van, de ha már mondjuk ez következett sorba, akkor előre veszem azt, a szerkesztő belekérdezett, egy ilyen matematikai felismerésem. Következő feladványt adtam föl egy ismerősnek, hogy van egy körgyűrű. Mutassuk meg közben a kamerának. Egy körgyűrű, és ennek meg kellene határozni a területét. De úgy, hogy csak egy mérést hajthatok végre, egy hosszúságmérést. Most normál módon nem lehet megoldani, mert tudni kell, hogy mennyi a külső körnek az átmérője, abból kiszámolom a külső kör területét, a belső kör átmérőjét, az a lyuk, és akkor kivonom a kettőt egymásból, és akkor megvan. De ez két mérés kell, tehát két átmérőt kell mérni. Most ez a feladat úgy volt feladva, hogy csak egyet lehet. És akkor hát ezen mindenki úgy elhasalt, hogy ez lehetetlen feladat. És akkor én rájöttem a következőre, hogy úgy lehet megcsinálni, hogy ehhez a belső körhöz húzok egy ilyen belső húrt. És akkor bármilyen meglepő, ennek a húrnak a hossza val megegyező átmérői kör, ami most ez a kis piros műanyag, ennek a területe pontosan ugyanolyan, mint a gyűrűnek, a körgyűrűnek a területe. Tehát magyarul így lehet akkor egy méréssel megmondani, hogy meg kell rajzolni a húrt, és már is megvan az a képzeletbeli kör, virtuális kör, amelyiknek a területe megegyezik a körgyűrűnek a területével. Hát ezen rendkívül megörültem, azt hittem, hogy na most mi valami új eredményre jutottam, és akkor megírtam egy matematikus barátomnak, egy akadémikusnak, és ő visszaírt, hogy ilyen úgynevezett egyméréses feladatok, ezt tulajdonképpen nem én találtam ki, ezek ismertek a matematikában, és tulajdonképpen ez az eredmény is ismert, csak tankönyvekben nincs benne sehol. Pedig benne lehetne a középiskolás tankönyvben, olyan egyszerű. Értem, tehát ezt most megelőztük, azt, amit kitett egyébként, azt is érdeklődéssel várjuk, nézzük. Ez gyakorlatilag egy folyamánya ennek. Igen, ez a körgyűrű területe. Na most ezen fölindulva, vagy fölbuzdulva, mondjuk nem lombozódtam rá, hogy most akkor nem hozzám fűződik ez a tudományos eredmény. Elkezdtem vizsgálni a körgyűrűt, most nem részletezem tovább. Körülbelül 40-30 fajta körgyűrűt találtam, amelyiknek nagyon különleges tulajdonságai vannak. Ebből most csak egyet mutatok meg. Ez a körgyűrű olyan, hogy a vastagsága, tehát itt a két sugárnak a különbsége az kettő. Most ez lehet mértékegység nélkül 2 milliméter, 2 centiméter, 2 deciméter. Ez például, amit ide hoztam most a stúdióba, ez olyan, hogy 2 centiméter a vastagsága. És az ilyen körgyűrűnek, mindnek, amelyiknek a vastagsága 2, az a különleges tulajdonsága van, hogyha kiszámolom a kerületét, meg a területét, mindig ugyanazt az eredményt kapom. Csak a mértékegységek eltérőek, hiszen a kerület az centiméter lesz, mondjuk a terület pedig négyzetcentiméter. Például ennek 16 pi a kerülete is, meg a területe is. Hát ezt úgy mondjuk, hogy azonos kerület-terület
mérőszámú körgyűrű. Na most erről még nem hallottam, hogy ezt valaki mondjuk felismerte volna. Miként fogadják ezt egyébként, ezeket az eredményeket a különböző tudományos társaságokban? Hát ezeket én még ezt nem publikáltam, de szándékozom, hogy egy ilyen nagyobb tanulmány formájában. Biztos, hogy van olyan, hogy valaki már beletrafált, de hát én majdnem egy fél évet ezzel töltöttem, úgyhogy valószínű, hogy van olyan, amire még más nem gondolt, csak én gondoltam. Legalábbis ebben reménykedem. És akkor most már mi is tudjuk. Akkor, de ez tényleg különleges. No, amire talán nagyon büszke vagyok, és egy ilyen felsőbb matematikai eredményem, inkább csak mint képet nézzük ezt, nem fontos belemenni a részletekbe. Ez a Bolyai Jánosnak a legnagyobb felfedezése, a hiperbolikus geometriának van egy ilyen összefüggése, ami Temesváron 5 nyelven ilyen relief formájában ki van téve, és akkor ennek az az érdekessége, hogy az a különlegessége, hogy a hiperbolikus geometriával kapcsolatos, de nincs benne hiperbolikus függvény. És nekem ez sikerült átdolgoznom, most ezt nem részletezem, úgyhogy a matematikai tartalmát nem változtattam meg, csak úgy átalakítanom, hogy végül is megjelenik benne a hiperbolikus függvény, és akkor még ráadásul egyszerűbb is nincs benne tört, meg ilyen kitevő, tehát azzal teljesen egyenértékű. Ez például meg is jelent Magyarországon is, meg Erdélyben is, matematikai lapokban. Tehát használják is, tehát korán sem véletlen, hogy a tanítványai Bolyai tanárnak hívták, ugye? Igen, ezt a gúny nevet kaptam. Hát ezt nem hinném, hogy ez gúny név, szerintem nyugodtan lehet büszke rá. No, nézzük akkor tovább, mert de valóban nagyon érdekes történet. Egyébként nagyon sok felfedezés a matematikában és a véletlen területén mozog. Például ezt a Balaton világosan fedeztem föl, egy rokonomnak a nyaralójában voltunk gyerekekkel, és ott játszadoztak a gyerekek ilyen faágakkal. És akkor letettem egy ilyen fadarabot, mint egy ceruza, ugye az asztal sarkához, most legyen ez az asztal, itt az asztal sarkához, és akkor én így középen, itt vagy majdnem középen, valahol itt megfogtam, és akkor megkértem az egyik gyereket, hogy a ceruzának a végét mozgassa az asztal szélén, úgy, hogy mindig érjen az asztal széléhez, de ugyanakkor az ujjam között is mindig menjen át a ceruza. És akkor ő szépen elkezdte mozgatni, és a ceruzának a másik vége leírta ezt a fél lepkeszárnyat. Utána mondtam, na most akkor az asztal másik széle mentén is mozgassuk a ceruzát, akkor pedig leírta ezt a másik lepkeszárnyat. Tehát ez a Varga lepke. Ez a Varga lepke. Ami a forgó félegyenesek meccéspontjának mértani helye, ugye? Így van, így van. Tehát ez az egyenes forog egy ilyen fix pont körül, ami valahol el van, ez az egyenesen. Tehát itt volt már a Fibonacci számok, ez a Varga lepke és a Varga levél, mert van olyan is. Na most, ha most szerkesztem meg a Fibonacci számot, például ez a kör, amiről a körgyűrűről az előbb beszéltünk, igen, ennek még egy másik érdekessége is van, hogy a vastagság a 2, a belső körnek a sugara 3, a 2 összege 5, és az pont megegyezik a külső körnek a sugarával. És az ilyen számokat, hogy 2, 3, 5, ezt nevezik Fibonacci számnak, aminek az az érdekessége, hogy minden következő számot úgy kapunk meg, hogy az előző kettőt összeadjuk. Egyébként itt van a Fibonacci szám a testünkben is. Itt van 2 ízület, ugye? Igen. Akkor itt van 3 ízület, és akkor ott van 5 új. Igen, jó. Egyébként a természetben is rendkívüli módon benne van. Most ennek egy ilyen speciális esete, hogyha ez a pont, ahol fogom, az pont a végénél van. És akkor akkor nem keletkezik lepke, hanem csak egy ilyen levélszerű képződmény. És akkor tehát innen indulunk, és akkor csúsztatjuk végig ezt a fadarabot. Egyrészt egyszer az egyik tengely körül, utána a másik tengely körül, és akkor meg egy ilyen lepke képződik belőle. Hát mondjuk durván ennyit matematikából. No, akkor menjünk tovább. Fizika. Hozott még nagyon sok mindent. Én látom már is az ingatiktak. Itt akár fel is olvashatom, mert puskáznék, de sokkal egyszerűbb, ha ön mondja, mert úgy hiteles és valóságos. Nézzük meg, hogy mi ez az ingatiktak. A most
bemutatandó néhány ilyen képletem, az mondhatom az öveges professzor iránti tiszteletből, meg az ő tanítási stílusának a követésének az eredménye. De én magam is, én láttam gyerekkoromban, én pont akkor voltam gyerek, amikor az öveges filmek mentek a televízióba. De fontos volt az a játékossága, hogy ő elmagyarázta az, az mindenkit lenyűgözött. Hát a faluba az öreg asszonyok jöttek hozzánk, mert nem mindenkinek volt tévéje, nekünk volt, és akkor ott nézték. Alig várták, hogy mit, nem tudom hány órakor adták ezt a sorozatot. Ez olyan egyszerű szinten konyhai eszközökkel magyarázta az öveges, és ő nem is használt képleteket. Például az öveges ilyet sohasem mondott, hogy V egyenlő S per T, hanem, mert akkor tudni kell, hogy mi a V, meg mi az S, hanem egyszer szövegesen mondta meg, hogy a sebesség egyenlő, megtett út per osztva az eltelt idővel. Tehát mondhatjuk azt, hogy az összefüggéseket egyszerűsítette le úgy, hogy mindenki megértse? Így van, így van. És még további egyszerűsítéseket is betett olyat, amit az átlagember nem vett észre, hogy még mértékegységeket se kellett átváltani, hanem ő azt is átváltott, és legfeljebb ennek eredményeként mondjuk megjelent egy konstans egy képletben, hogy 8. És akkor, hogy miért 8? Hát öveges kiszámoltam. Akkor mondjon néhány példát, kérem. Az egyik kedvencem, amit tavaly a Sopronban a fizikus vándorgyűlésen is bemutattam, az az ingával kapcsolatos összefüggés. Az ingának van egy képlete, most nem mutatom be középiskolásoknak, ami egy kicsit bonyolult. És akkor én le tudtam egyszerűsíteni úgy, hogy hát az inga valójában abból áll, hogy egy cérna szára ráfüggesztünk egy tömeget, mit tudom, egy csavart. És azt kilendítjük, ez a kitérés szöge, elengedjük, és akkor ez itt elkezd lengeni. És egyébként erre az első ilyen összefüggés a Galilei jött rá. Galilei a Santa Croce templomba hallgatta az istentiszteletet, amikor nyári napon olyan tömeg volt a templomban, hogy ki kellett nyitni a templom ajtót. És a húzat belendítette a chandeliert, a nagy csillárt. És akkor Galilei inkább azt figyelte, és nem a papnak a szövegét hallgatta, és arra jött rá, hogy ha egy kicsit nagy a húzat, akkor nagyon kitér a csillár, ha kisebb, akkor kicsit, a púzusával mért az időt, és rájött, hogy hiába tér ki nagyot is, meg kicsit is, mindig ugyanannyi ideig tart egy-egy lengés. És akkor hazament, és elkezdett kísérletezni, és ő is rájött az ingának a képletére. Nem tudom, hogy az vajon érdemes lenne megnézni, hogy ő mire jött rá, meg amit én itt leegyszerűsítettem. Egyébként ez inspirálta? Ez igen, a Galilei történet? Igen. És akkor én nagyon arra jöttem rá, hogy én elneveztem az inga lengését tiktaknak, mint ahogy a fali órába is megy az inga óra, hogy tik. Igen. Tehát egy oda-vissza lengésnek az ideje, és akkor a képlet nagyon egyszerű, a tiktak időt megkapjuk, hogyha az ingának a hosszából nézegyüket vonunk. Mondok egy példát, ha 4 méteres cérnaszálunk van, akkor az inga 4-nek a gyöke 2, 2 másodpercenként fog oda-vissza lengeni. Vagy fordítva, hogyha 2 másodperc a tiktak idő, akkor azt meg négyzetre emelem, és akkor visszakapom az inga hosszát. Hát ezt nagyon jól föl lehet használni. Gyerekekkel egyszer eljátszottam, akkor épült Velencébe a Spár, és akkor 3 kilométer távolságról megmondtam, hogy milyen hosszú a darukütél. Lemértem 10 lengést orrámon, elosztottam 10-zel, hogy pontos legyen, és akkor nézetre emeltem, és mondtam a gyerekeknek, hogy ez 24,5 méter körül van. Azt mondták, hogy ez nem igaz, tanárom. Na, menjünk oda. Oda mentünk, megkerültük a tavat, oda mentünk a darushoz, és megkérdeztük, hogy mikor ebbe a pozícióban van a betonelem, akkor emelték fel, akkor milyen hosszú a kötél? Azt mondta, hogy 25 méter. Hát nem gyerek, fél méter tényleg. No. És akkor ezzel kapcsolatban egy ilyen speciális ingát kitaláltam, ezt elneveztem egyes ingának. Ez olyan különleges inga, hogy minden adata egy. 1 méter hosszú a kötél, amin lengedezik, 1 másodperc alatt csinál egy oda-vissza lengést. A nyillásszöge, ez a lengésszög, az pedig 1 radián. Ez egy ilyen szögmérték, az egy kicsit kevesebb, mint 60 fok, 57 fok. És akkor még az érdekesség, hogy az átlag sebessége, mert azért nem egyenletes sebességgel lengedez itt. Hát itt 0 sebessége, ugye itt meg a legnagyobb. És akkor az átlag sebessége is 1. Tehát ez egy ilyen különleges inga. A következő, szintén egy öveges képlet. Ezt igen. Milyen messze és mekkora területet látunk a ez egyébként a hétköznapi életben igen, is nagyon jó alkalmaz. Akár kartonai felderítésnél is például. Na, ez például
Mint az előbb említettem, hogy nem kell mértékegységet átváltani, hanem ha a hosszúságot mérjük, mondjuk egy embernek az adatait, akkor nem kilométerbe fogjuk mérni, ugye? Hanem méterbe. Nyilván. És akkor ez úgy működik, hogy meg kell mérni a szemmagasságunkat centiméterbe, és akkor abból négyzetgyököt vonok, és 0,38-an megszorozom. Na, ilyen messzere látok, síktelepen, jó időbe. Ez egy átlagos embernél mondjuk 1,60 a szemmagasság, ez körülbelül 4,5 kilométer. És ebbe, megmondom őszintén, ebbe olyan mélyebb fizikai összefüggések is benne vannak, mint például az, hogy a horizont mögé is be lehet látni. Uh-huh. Mert a onnan érkező fénysugár úgy verődik vissza, mivel a levegőnek a sűrűsége változik, hogy szinte így belegörbül vissza a szemünkbe, és ez körülbelül 6%-kal megnöveli a látótávolságot. Azért ez jó, hogy a szegedi pandúrok annak idején nem tudták, mert akkor gondolták volna, hogy még érdemes üldözni Rózsa Sándort. Egy kicsit, most ezt játékosan fogalmaztam meg, de egyébként ez hogyan hasznosítható a köznapi életben? Hát gyakorlatilag kiránduláskor, felderítéskor, vagy valaminek ahogy éppen látjuk, na milyen messze lehet az a nagyon távol lévő tárgy, annak a megbecslésére is alkalmas. No, Keplert látok itt. A Kepler törvény is elég bonyolult. Kepler is elég bonyolult Kepler volt, ezt nem csak az ember tragédiájából tudjuk. No. És akkor hát a Keplernek az egyik törvénye, az pont azzal kapcsolatos, hogy egy bolygónak mennyi a keringési ideje. Ez viszont már fontos tudományos tény. Ez már fontos, igen. És hogy attól függ, hogy milyen messze van. Na most én kitenyésztettem egy ilyen speciális Kepler képletet. Egyébként a csillagászok is a távolságot csillagászati egységben mérik. A csillagászati egység az a Föld-nap távolság. És akkor az időt pedig földi évben mondjuk mindig, hogy na, ennek a bolygónak a keringés ideje ennyi év, de akkor mindig földi évre gondolunk. És akkor ez a képlet, ez olyan, hogy akármelyik bolygónak a keringés idejét egy művelettel ki lehet számolni, meg kell mondani, hogy milyen messze van a naptól. Csak ennyit kell mondani. De csillagászati egységbe. Például a Szaturnusz az 9,5 a csillagászati egység, tehát 9,5-szer messze van a naptól. És annak kell a másfeledik hatványát venni, és kész, ennyi. Ez nagyon egyszerű. Ezt egyébként ebben reménykedem, hogy ez fizika könyvekbe bekerül, és elterjedt lesz, mert pontos is, gyakorlatilag ugyanazt fejezi ki, mint a bonyolultabb Kepler képlet, csak diákoknak könnyen megtanulni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Varga János volt a vendégem, és még egy alkalommal mindenképpen találkozunk, hogy egy kicsit tovább vigyük ezt a történetet. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!